Hölgyeim és uraim, szép napot kívánok nektek. Remélem, hogy minden oké veletek. Találkozunk a cutscene után. We have been compromised. With the fall of Epsilon Base, Galcian Intelligence acquired the satellite data and coordinates of our expedition's destination. They believe that whatever lies at the center of the Dreamlands, our target, is Kartoba, the birthplace of our existence on Karak, and the key to their ascension. That's not all. Having decrypted the Galcian base data, I found a message from my brother embedded in the code. Rachel, if you find this, you know I've been taken prisoner by the Galcian forces. One of the artifacts they've unearthed is the trigger to a weapon of vast destructive power. They do not yet understand what they possess, but I do, and I have a plan. I know you're coming. Be ready. The Kahad Sajuk's fleet is making for the primary anomaly. With no other choice but to resupply, we need to rendezvous with the Coalition landers inbound from Tyr. Surrounded by desert, the only place they can set down is the Kashar Plateau, located here. Coordinates locked in. Both Sujet and Sadim are currently inbound, which means we need to secure that plateau. There are multiple access points. All units prepare to engage the enemy and take the high ground. Captain. Rendben van, főnök. KPC copy. New heading set. KPC előre. Amit a képernyőn látunk, a Deserts of Karak, egy játék, ami arról szól, hogy a miniszterelnök úr lánya keresi a bátyját. Milyen támogatást vigyünk a KPC mellé? Hát... Nem probléma. Okay. Ketteske. Téged lehet, hogy szét fogunk választani. Nevezetesen... Készítünk ide egy új harccsoportot, ide fognak jönni a railgunek. Jó, picit rendezkedek és vissza fogok térni hozzátok. Csupán egy kevéske türelmet kérnék. Végig kell gondolnom, hogy mihova menjem. Missile. Oh, what the f... Oh, hello, 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 hello. Nem számítottam látogatókra ilyen gyorsan. Aja. Gunship fent. New upgrades to the KPC's fabrication systems are now available. Recommend commencing upgrades now. És probléma megoldva. Jó, egyébként railgunok voltak, tehát nyugodtan rájuk uszítottam volna ezeket az LAV-ket is. Alapvetően azért hoztam őket ide. De azt már megszokhattátok egyébként, hogy... Ha leakadnátok egy picit a rádióról, az remek volna. Köszönöm! Tehát megszokhattátok már ezen a csatornán, hogy... Játékot láthattok, nem pedig jól játszott játékokat. Battlecruiser Fabrication, tehát elkezdünk egy ilyen kutatásába belenyúlni. Underguard cruiserek mehetnek nagyjából oda föl, és vannak nekünk ilyenjeink, hogy artillery cruiserek, ti pedig jöhettek ide. Jó, aztán Base Runner jöhetünk ide. És légy oly kedves, Support Cruiser, gyere ide. Egyébként kell, hogy legyen nekem valahol olyanom, hogy... Salvager. Perfect. Mehetünk oda, és... Oda. Nagyon jó. Három ilyen Support Cruiser-om van. The fuck is happening, igen. Mi lövi a carrier? Semmi, ugye?
masszív kérdője a gyerekek. Ez a törölt, ez teljesen biztosan nem, ugyanis nem lát ránk. Egyébként a biztonság kedvéért. Megmutatom nektek ezt is. Cirkáló rakéta kint. Ez nem fogja szétcsapni ugyanezt a tornyot, viszont... Azt a Production Cruisert lehet, hogy megkapja így. Tough, gyerekek, tough. Ja, hogy overheating, értem a problémát. Tehát ezért nagyon tudtuk javítani önmagunkat, mert hogy túl melegedett a rendszer. Faszá! Akkor viszont szükségünk lenne egy... Ez a lehető legrosszabb ötlet egyébként Production Cruiser. Ha? Erről beszéltem, a Nargar Cruiserek jöhetnek vissza. Teljesen felesleges, hogy kapjuk a tüzet az arcunkba. Viszont még mindig szeretném tudni, hogy a háromból... őt kerestem, ezt a kollégát kerestem. Mit? Egy Spart Cruiser jöhet ide. Helyes. Elméletileg most már képesek vagyunk építeni ilyeneket, hogy Battle Cruiser, ilyet építünk kettőt, és nagyjából okéban vagyunk. Még annyit, hogy ti lesztek a hármas harccsoport, és ti fogjátok fedezni áldatlan tevékenységünket, a környezet kiaknázását. Ez egy szkenner, nem, nekem egy turret lenne szükségem valahova oda. Jó, és a munkánkat fejezzük be, mondjuk... légierővel. Mondjuk. Visszatérve tehát. Hölgyeim és uraim, amit a képernyőn látunk. Az először is az, hogy a vadászgépeimet most lövök éppen szét. A légvédelemmel másfél viszont a Homeworld, Deserts of Karak. Ez az első Homeworld játék, amivel játszom. És lehetséges, hogy az utolsó is, ez még majd kiderül. Mindenesetre ez volt az idei nyári Steam Summer Sale vásárlásom. Amit egyáltalán nem bántam meg, de azért csak óvatosan tudnám a számotokra, a vásárlásra javasolni. És erre mindjárt rá is fogok térni, amint tűz. Nem baj. Rendben. Perfect. Hármaska, jöjjünk vissza. Javításra ugyanis. Alfred. Oké. Bézzel nem jöhetünk előre. Nem igazán tudnám nektek nagyon erősen vásárlásra javasolni ezt a játékot, mégpedig azért, mert rövid. Nem igazán van benne tartalom. Most ez... nem tudom, hogy hogyan hangzik. Ismerhetek annyira a csatornából, hogy ilyen játékokat forgattunk, mint például Total War, Rome 1-2, Attila, Combat Mission Barbarossa Berlin, Warband. Ezeknek a játékoknak érdekes módon van egy nagyon közös jellemzője, az pedig az, hogy órák százait el lehet tölteni vele. Nem is olyan nagy költői túlzás az, hogyha azt mondom, hogy megvesszük ezeket a játékokat, és 3-4 év, 5 év múlva még játszunk velük. Olyan címeket is ide sorolhatnék, amikkel pöcsöltem ugyan, de a csatornára nem kerültek föl, mint például Witcher 3, vagy tulajdonképpen László jóvoltából az első Assassin's Creed cím, amivel játszottam, az Odyssey. Egy nagyon grindelős cím volt, és ráadásul eléggé rendesen meg volt rakva a mikrotranszakciókkal, viszont az ókori görög környezet az jó pofa volt. Viszont azért így nem olyan nehéz mesterségesen magasan tartani a játék órát, persze. Akárhogy is, pusztán a papírforma szerint ez is megfelel a nagy játékórák törvényének. A Homeworld Deserts of Karak sajnos nem ilyen, mint említettem. Közben tüzet nyitott az egyik railgunnunk a heavy turretre. Nem olyan nagyon fontos ez, inkább dobjunk föl ide mondjuk egy turretet. Aztán majd egy szkennát is igénybe fogunk ott venni. Itt hogy állunk? Elviselhetően. Ezek a Gaussian Honor Guard cruiserek, ezek képesek önmagukat megjavítani, ami nem szar. Persze ettől még azért nem lehetetlen őket szétlőni. Ami pozitív, mert alapvetően egy ellenséges technológiáról beszélünk, hogy ne. Tehát... nem hátrány, hogyha szétlőhetőek.
És kell, hogy legyen egy harmadik harccsoportom, emlékszem ilyesmi dolgokra, mint például artillery cruiserek. Akiket viszont nem látok, hogy hol vannak. 4-es, 5-ös. Ah, megvagytok, jó. Így elbújtatok mindenki mögött, lehet előre jönni, tehát azért gyerekek. Munka is van a világon, Rachel. Vagy Rahel, kinek hogy tetszik, ugye? Picit araszoljunk előre, és ide dobjunk le mondjuk egy szkennert. Hát ez a Homeworld alapvetően az a problémával küzdik, hogy egyetlen egy harcoló féllel lehet játszani, az pedig a most a képernyőn látható koalíció. Szerepel még a játékban ugyan a fő ellenségünk, akit itt látok őrösben, a Gaussian, viszont nekik kampányuk nincsen, kizárólag a skirmishben vagy pedig multiplayerben lehet játszani velük. És az utolsó két csoport... Ez lehet, hogy fölösleges volt, ugyanis az Honor Guard cruiserek atomjaira lőnek itt mindent, még mielőtt egyáltalán eljutnának hozzánk. Szép. Jöhetünk vissza. Tehát, hogyha visszaemlékszünk ilyen... Ha visszaemlékszünk ilyen dolgokra, régi vágású klasszikus RTS-ekre, ugye, mint mondjuk a Red Alert, Command & Conquer széria, mi egymás, azért ökölszabály volt az, hogy minimum mind a két fő szemben álló felet használni lehetett a játék során. Egy-egy kampány erejéig, és ez számomra, nem mondom, hogy megbocsátatatlan bűn a Deserts of Karak esetében, de egy nagyon-nagyon fájó hiányosság, hogy ez nincs így. Még azt mondanám, hogy a DLC-vel kijönne mondjuk egy Gaussian kampány, hey, megvenném, de még ez sem. Csupán skirmish és multiplayer használati jogosultságok érkeznek DLC-vel, ami azért valahol mindennek a teteje. Tehát erre nem vagyok hajlandó sort keríteni és pénzt áldozni, amit nagyon-nagyon sajnálok, mert egyébként a játék nekem nagyon tetszik, marha jó. De emiatt aztán nem tudom nyugodt szívvel ajánlani nektek megvásárlásra. De ami a játékban benne van, az a Usque 10 óra, hogyha csak a kampányt nézem, az roppantúl szórakoztató. És értem olyan kritika a játékot, hogy egy nem igazán... Home. Jó, azokat majd megküldjük rokettával, semmi probléma nincsen. Tehát egy nem igazán több, mint egy klasszik RTS, én viszont pont ilyesmi dolgot kerestem. Tehát nekem ez perfect volt, és nem is csalódtam benne. Hát, ha csak abban nem persze, hogy mennyire rövid. Miután azonban fönt van a számítógépemen, és eléggé szétesett vagyok ahhoz, hogy R2-zzünk, ráadásul föl kéne vakarnom a mentéseket, hogy hol is tartottunk a videókkal. És onnan fölvenni a fonalat, ezért úgy voltam vele, hogy inkább ezt megmutatom a számotokra. Ugyanis az pozitívum, hogy szerintem nagyon jól néz ki a játék. Hangulatos, meg ez a... Ugye a sivataggal könnyű volna abba a hiányosságból esni. Nézzétek csak. Rossz ötlet, Gaussian. Könnyű volna abba a hiányosságba esni, hogy nincsenek ilyen EMP roundjaink, szentségét. Mindegy, támadunk. Mondom, támadunk. Az pedig tehát, hogy nincsenek EMP gránátjaink az Artillery Cruiserhez, eszembe juttatta azt, hogy folytatni kéne a kutatásainkat. EMP Shell for Artillery Cruiser, ez az. Nagyon jó. Mehetünk előre. Jó, persze, menjünk, miért is ne. És itt valahol ugyanez. Wow, annál is inkább, mert a dilettáns Salvagerek már érkeznek a következő helyszínre, ami baj. Azt a tornétonon nagyon gyorsan ki kell kapnom rakétával sajnos. Nem szívesen küldöm el ilyen célpontra a cirkáló rakétát vagy robotrepülőgépet, de ez most szükségtörvénybont esete. Jó. Turret control távol megmaradt, az senkit se érdekel. Tüzet nyitott a railgununk. Én nem tudom, hogy mire, de hey. Nem gond, és elvileg valahol kell, hogy legyen olyanunk, hogy Base Runner, gyere fel, kérlek. Jó? Következő kutatásunk az pedig mondjuk egy Missile Battery Mortar Payload lesz.
Oké, a seggünkben ez a harccsoport, ez még itt mindig irritálja az arcomat, de itt nagyjából rendben leszünk. Egy szkennert szeretnék lepakolni valahova ide. És... haladjunk tovább. Ballag már a vendiák. Tovább. Egyszerűen nem kéne minden helyen előre nyomulnom, alapvetően azért, mert az agyam még egy helyszín sem képes érdemben befogadni, nemhogy hármat, és hogyha valami történni fog, akkor a kamerát is csupán egy helyen tudom nektek felvillantani. Ezek assault ship-ek. Tehát jöjjünk hátra a LAV-kkel, és bízzuk ezt a Capicia, aki egy amolyan szárazföldi hordozó. Tehát azt a gondolatmenetet kezdtem el egyébként mondani, hogy könnyebb a csapdába esni a sivatagi helyszínekkel, hogy... hátra, hogy nem lesznek különösebben hangulatosak és eléggé egysikúakra sikerülnek, de itt szerencsére nincsen ilyen probléma. Strikecraft destroyed hall. Ezt tudom, hogy Battlecruiser is facing resistance. Ah, itt rendben vagyunk, jó. Végkel meg vagyunk, mehetünk tovább. És elméletileg vannak rakétáink, akkor használjuk őket. Oh yes. És kapjuk szét a maradékot. Nagyon jó. Van-e más egyéb teendőnk hirtelennyiben? Oda még mennyire? Hátra. Go for ranged. Heavy railgun, az baj. Mi az Isten kéne csinálnunk? Ötletem az van, de nem biztonságos ötlet. Ugyanis van egy olyan érzésem, hogy légvédelemmel fogunk találkozni. De most itt ezen a környéken éppen nem igazán van olyan járművel, amivel meg tudnám oldani ezt a problémát. Kivéve a légierővel. Valahogy így. Oké, visszavonulunk, gyerekek. Így van, erre számítottam, hogy Gunship Destroyed. Szerencsére annyira tele vagyunk lóvéval, hogy ez azért olyan rohadtul nem számít. De azért mégiscsak idegesítő. Oké, tehát folytassuk ott, ahol abba hagytuk, az pedig az, hogy szerettem volna egy turretet lepakolni oda. Itt életben vagyunk, ami pozitív, annál is inkább, mert a... ahol Capici elkattanik, akkor nekünk lőttek. Did we? Hol? Nem látok semmit. Wow! Milyen szép harccsoport. Kár lenne, hogyha valaki megküldeni egy rakétával. Na igen. Jöhetünk vissza. Ezt a torony meg fogja tudni oldani remélhetőleg. Ó! Igen, tévedtem, nem fogja megoldani. Akkor jövünk előre. Mortar round kint, szép lesz, jó! Közben egyre másra veszítem el a Salvager-öket. Ami amolyan Red Alert-es terminológiában tulajdonképpen a Harvester. Egy bizonyos, itt kínosan kevés az ütőerőnk. Emiatt pedig át kéne vezénye, nem a Light Attack vehicle-ket ide, hogy elsősorban a railgun-okkal el tudjunk bánni. Először is, másrészt pedig, amit még meg fogok tenni, az az, hogy mondjuk az egyik Battlecruiser-t kiemeljük innen ebből a csoportból, és átpakoljuk ide, és 3 év múlva ide is fog érni. Perfect. Egyébként pedig a KPC legyártott néhány itt éppen Salvagernek nevezett Harvestert, akik jöhetnek ide. Oké. Javítsuk meg ezt a szerencsétlen support cruisert. Szükségtelen AI. Egyelőre a
heat levelünk még bőven kezelhető. Rendben. Ez itt egy meglehetősen biztosított hely. Tehát innen is termelhetünk ki nyersanyagokat. Egy néhányat. De először végezzünk itt. Ah, végeztünk itt, oké. Akkor, Savager. Gyertek ide. És itt még kell, hogy legyen egy valahol. Salvager. Tévedtem? Jó. Mint általában, egyébként. Tévedni szoktam. Furcsa. Szükségünk lesz még egyre. Tehát dobjunk fel egy Salvagert, és rendben. Baloldal, kérlek, haladjunk előre. Mi van erre felé? Itt valami van. De rakétánk az nincsen. Nem olyan nagy baj, ugyanis artillery cruiserjeink viszont vannak. Oké. Az első dolog, amit meg fogunk tenni, az az, hogy átpasszolunk hozzájuk egy EMP gránátot. És azt követően megküldjük őket. Úgy értem, a maradékot megküldjük. Jó, na most ez itt kínos, azokat a railgunokat onnan nagyon gyorsan el kellene takarítani. És nagyon gyorsan alatt azt értem, hogy very fucking kibaszottul gyorsan. Mert az azért még ott veszélyes lehet, de elvileg jók leszünk. Ja! Jó, ez itt rendben van, tehát hozzuk egy picit előrébb az artillery cruiserket, és akkor itt egyben maradtunk. Zárjuk le ezt az átjárót. És robbantsuk fel a maradék bulkheadet. Na most, köszönöm szépen, én abból nem kérnék. Bye. És ami pedig ezt a csoportot illeti, vannak-e itt Salvagerok? Nem, ami azt jelenti, hogy nyugodtan mehetünk előre. Igen, hol? Oh, ja, heavy turret. Whoops. Azonnali hatállyal vissza. Sajsze. Igen. Ja. Szép óvatosan arra szóljunk még följebb. Itt látunk néhány heavy turretet és mi egymást, viszont nem állunk tűz alatt. Velük ellentétben. Patent, mehetünk följebb. Hát valóban köszönöm, AI, de itt azért még mindig eléggé jól állunk. Leszámítva, hogy 3 Salvagerünk van még mindig, pedig úgy emlékszem, hogy építettem egyet. Mondjuk folyamatosan elveszítem a szerencsétleneket a béna játékom miatt. Itt ti kik vagytok? Assault Ship. Van a környéketeken légierő, hát ez a heavy turret, ez bezavart az arcunkba, de... mit csináljunk veletek? Van-e olyan dolog itt a környéken, ami képes lenne? Miért egy assault cruisert küldtem át ide? Én határozottan úgy emlékszem, hogy egy... egy battle cruisert akartam a jobboldali csoportban. Tehát akkor... vissza minden. Egyébként, hogyha már ilyen rohadtul ráérünk, akkor lőjük szét ezt a... az épületet. Nagyon jó. És érkezik valami... az csoport, Railgunok. Jöjjünk ide. Van egy ötletem, nem tudom, hogy mennyiben fog működni. Jó lett volna, csak célozni tudni kellett volna vele. Szerencsére itt vannak az elejvik, akik kutyakaját fognak csinálni ezekről a railgunokról. Így van. Jöjjünk vissza. Mert hogy ott kikeveredtünk az ellenséges torony célkeresztjébe, és itt a platón pedig látok egy missile shipet.
nem olyan óriási probléma, azt ott szeretném fölvenni. Az ott egy artifact, ugye? Így van. Azt markoljuk fel, ezt a csoportot itt talán meg tudnánk küldeni. Ilyet is nem. Robotrepülőgéppel. Csupán a poén kedvéért. Valahogy így. És nézzünk rá a bal oldalra, ahol éppen szép cserét folytat egy Assault Cruiser, amit egy csata cirkálunk. Artifact collected, nagyon jó. És ezen az oldalon pedig rendben, mondjuk egy Battle Cruiser tartja a frontot, és van egy Support Cruiserünk is. Ezek a kis dolgok rohadt fontosak, ezek a Support Cruiserek, ugyanis ők képesek javítani. Ami nagyon-nagyon fontos, ezen felül ugye ők is segítik a Resource Collection-t. Tehát hozzá, vagy hozzájuk, vagy pedig a KPC-hez lehet beszállítani a nyersanyagokat. Végül pedig EMP lövedékeik is vannak, úgy emlékszem. Persze, mint említettem, az agyamra nem lehet nagyon hagyatkozni. Jó, miután ti nem folytattok semmi használható dolgot, viszont itt van egy néhány olyan dolog, ami miatt nem fogunk tudni támadni, az pedig elsősorban ez a torony itt. Ezért arra gondoltam ugyan, hogy... De így nézzünk körül itt. Arra gondoltam, hogy támadok erre felé, de ezek a tornyok még mindig megakadályoznak ebben. De amit megjön a Battle Cruiser, ez a probléma. Meg fog oldódni. Most egy drónt elküldtem, itt láthatjátok, hogy felderítsünk itt ezen a környéken. Persze a légvédelem azonnal el fogja kapni, de nem is ez az érdekes. Oh yeah. Hanem az, hogy megnézem, hogy itt mi van, és látom, hogy rengeteg minden. Oké. Okay. Különben itt mehetünk fel. Megérkezett a csatacirkáló, vajon? Nem, még itt szerencsétlenkedik. Viszont az Assault Cruiserek összejöttek. Jó. Néhány rakétát átpasszolunk oda. Ó, itt egy ellenséges Honor Guard Cruiser. Volt, mindjárt múlt időben rakjuk. Lehet, hogy először át kellett volna pattintanom hozzá egy EMP-t valahova ide. És akkor az majd meggátolja a tovább haladásban. Oh yeah! És akkor most lehet tüzet nyitni. Sajnos elkésett a sorozatunk, de az ötlet nem volt szar. Persze. Jó, álljunk le, mert ez a kolléga ide fog jönni, és végig kéne gondolnunk, hogy ezt hogy fogjuk elintézni, mindenképpen a Battle Cruiser haladjon előre. Ám bár, hogyha itt nem itt fog lejönni, tehát teljesen mindegy. Itt még mindig tartjuk a lehetőségeinket, jó? Hogy itt mi a jó Isten történt, az ember meg nem mondja. Mindegy, dobjunk ide egy rakétát. Igen? Olya, ezt nézitek. Ó, 20 FPS. Zseniális ötlet volt ez a támadás, ugye Gaussian? Wow, bajtás. Oké. Okay. Itt egyelőre még a gyűjtögetőink gyűjtögetnek. És itt sajnos túlélte ez a torony. Szerintem itt most már tényleg támadnunk kéne valahogy, csak hogyan. Jó. És oda. Szép lövés. Ezeket a Missile Battery-vel csináltam egyébként, van ilyen fürtős bomba cuccuk. Ó, persze, ezért hoztam itt a Battle Cruiser-t. Annyira idióta vagyok komolyan, hogy meg kéne festeni. Az életem legnagyobb vicce, hogy egyébként már megfestettek, és nem viccelek. Komolyan. Addig jó, amíg az ember nem gondol bele, hogy életében meg annyi baromságot. Meg annyi baromságon képes volt már átesni, jó, akkor a Battle Cruiser vezetni fogja a harcunkat. És remélhetőleg szétlövi azt a szart. Még mindig nem képes Indirect Fire-re, ami pedig azért van így, mert folyamatosan elfeledkezek arról, hogy kutatnunk kéne, és fejlesztenünk kéne.
kapkod magadat, Support Cruiser, kérlek, mert ebből még lehetnek problémák, bár talán nem. Ha összeszedi ez a BC az ellenséges torony tüzét, akkor mindenki mással is jöhetünk oda, és tűztámogatást nyújthatunk. Tehát a tűzerő fölényünket érvényesítve ezt a tornyot mindenki fogjuk tudni kapni. És minden a tervek szerint halad. Jó. Nem kell azzal foglalkozni, kapjuk szét azt. És elméletileg... rendben vagyunk. És ezekkel nagyon nem akarok foglalkozni, mert kezd elhúzódni ez a videó, és nem hiszem, hogy arra volnátok nagyon kíváncsiak, ahogyan nyersanyagokat gyűjtögetünk. Ellenben... láttunk itt egy ellenséges harccsoportot, amit én nagyon szeretnék kikattintani. Valahol itt, ugye? Készen áll a cirkáló rakéta? Nem, nem baj. LAV down, hol? Ó, gyere vissza! Itt egy kicseszett Siege Cruiser. Ami, mint látjátok, gyakorlatilag ugyanúgy működik, mint a mi Artillery Cruiserünk. Egy nagyon egészségtelen dolog, tehát nem kéne nagyon cseszekedni vele, mert be fogja verni az arcunkat. Közben az egyik reagálunk tűz alatt tartja ezeket az asszalt csüpeket. Ha nincsen jobb dolga, akkor ez egy nagyon dicséretes tevékenység. Állítsuk vissza a kamerát alapba, és higgyétek el nekem, előbb-utóbb meg fogom találni a home billentyűt. Dobjunk oda egy rakétát, és nézzük meg, hogy mi fog történni. Maximum mellé megy minden. Igen, mellé megy mindennek. Ilyen is előfordul. ...500 CU ment a levesbe. Ez a CU, ez a játék egyik fizetőeszköze. Oké. Okay. Mi az Isten kéne csinálnunk azzal a... ami missile ship, az azért baj, mert az... képes légvédelemre. Próbáljuk azt onnan kiemelni, az Honor Guard cruiserekkel. Úgy nézem, hogy menni fog. Jó. Talán a légierőnk számára megnyitottuk az utat. Úgy, ahogy. Kérdéses. Fölemelek egy bombázót. A legfeljebb lelövik a francba. Most istenem. Itt a rögenek folyamatosan szórakoznak, ugye? Tűz alatt állunk-e? Nem jó. Nézzük, hogy kapunk-e tüzet az arcunkba. Nem! Leszámítva ezt a Siege Cruiser, persze. Tehát ezt innen ki kéne emelni. Jó. És itt láttam egy Production Cruiser-t. Nézzük, hogy tudunk-e valamit tenni vele. Mehetünk az a gyerekek. Ezt a maradékot majd a gunship-ek megpróbálják elintézni. Jó, nem, oda nem szabad menni. Oda nem szabad menni, lehet visszahúzódni, ugyanis itt van egy entire squad. Így van, foglalkozzatok ezzel itt. Nagyszerű. Ezt kértem, nagyon jó. Az út tehát valamelyest most már nyitva van. Tehát megpróbálom fölmászni arra a platóra. Igen. Support Cruiser is mehet egyébként fölfelé, perfect. És vannak ilyen salvagereink, keressünk nekik valami munkát, például... Szedjétek össze ezeket itt. Szükségem lesz egy Support Cruiserre mindenképpen ugyanakkor, tehát gyere oda. Érkezik az ellenállás. Sajnos az én péniszem nagyobb. Oké. Okay. Az ott egy Siege Cruiser, ami veszélyes, de túlságosan közel sodródott hozzánk, tehát ezt becumta.
Ez a csoport kapni fog egy rakettát. Passzoljuk szét őket. Perfect. Ami pedig azt jelenti egyúttal, hogy támadunk ezzel a csoporttal is. Oh yeah, scusi. God damn. Imádom ezeket a szarokat. Jó, mehetünk hátra, felülöm. Habár ők úgy vannak vele, hogy ezt itt még szorgalmi házi feladat gyanánt kikapják. Ah. Van egy missile ship. Ebbe biztos vagy. Nekem is vannak ám ilyenjeim. Ah, elkéstem vele. Mindegy, némi hullagyalázás belefér. Majd maximum feljelentenek bennünket Hágában, hogyha ezen a Karak nevezetű bolygón ilyesmi van, de remélhetőleg nincsen. Sátra hagytunk-e valamit? Én úgy gondolom, hogy nem, leszámítva ugye a... És azért hagytam félbe a mondatot, mert itt megpillantottunk valamit. Ez a valami, ez nem tudom, hogy micsoda, de mindjárt rápillantunk. Közben a assault ship-ek érkeznek. Ezt mindjárt megnyomjuk őket oldalról. Tűzerő, barátaim, tűzerő. Az adófizetők megnyugodhatnak, hogy nagyon remek dolgokra megy el a pénz. Ott láttam valami légvédelmet, ugyanis az ott minden bizonnyal a drónunk holtteste. Ennek ellenére én azt mondom, hogy először is kidobunk néhány gunshipet, aztán pedig néhány vadászgépet is, csak úgy a poén kedvéért. És ezt a problémát itt megoldjuk brutál légierővel. Maximum utána fél napon keresztül építkezünk újfent. És pótoljuk a repülőgépeinket. De úgy nézem, hogy ez nem lesz itt probléma. Stimmel. Nagyon jó. Ezzel is megvonnánk, jöhetünk tehát előre, itt, előre, itt, Caprice előre. És tudjátok mit? Oldjuk meg ezt elegánsan. Objective complete. Hold the plateau. Oh. Úgy gondoljuk, hogy veszélyben vagyok? Ez szörnyű. Az ott micsoda? Support cruiser, persze. Ott még jó helyen vagy. Nagyjából. Őket pedig egyszerűen hátrahagytuk a poén kedvéért. Ott érkezik az Assault Force. Nagyon jó. Kiket is kéne előre pakolnunk? Hát mindenképpen mondjuk a Battle Cruisereket, aztán Assault Cruiserek jöhetnek ide, Honor Guard Cruiser ide, és persze Artillery Cruiser mindenképpen. Super Cruiser jöjjön ide, hogy javítsuk őket. Elvileg? Jó. Jaj, de hogy is semmi problémája nincsen a carriernek. Maradunk így. Armor, go ahead, mehetünk oda. Nagyjából. Nézzük, hogy mennyire fogunk rácseszni. Új, bajtás, lassúak vagytok. Lassúak és unalmasak. Assault ship. Némi légierő ezt megoldja, én úgy vélem. Csak a mikrofonállvány miatt nem igazán láttam, hogy hol vannak a gyors billentyűim. És itt érkezik az ellenséges erő. Ha!
hiszen ez szörnyű. Passzoljunk át néhány EMP-t. Most? Így. Jó, szép találat. Gyakorlatilag lebénítottuk a komplett támadó erőt. És érkezik az ellenséges arcba a tüzérségi tűzünk. A maradékot pedig az Honor Guard cruisereknek ez a vörös színű reagánya tépi atomjaira. Hát ennyi volt az ellenséges ellentámadás. Ó, egy néhá... Gyönyörű. Nem hiszem, hogy sok vizet fognak zavarni, de azért ez egy szép látvány itt. Már ameddig gyönyörködhetünk ebben a szép látványban. Lehet, hogy ennyi volt. Hölgyeim és uraim, hát nekem is ennyi lett volna a Desert of Karak. Bemutatom, remélem, hogy élveztétek, és találkozunk legközelebb. Előre láthatólag valamilyen Room 2 tartalma, legalábbis szeretném, hogy így legyen. És minden jót nektek, élvezzétek a nyarat! Plateau secured. We need to hold this landing zone.